Az állásbőrze felhívását mintegy 400 székelyföldi vállalatnak küldték el, közülük szép számban meg is jelentek aktuális állásajánlataikkal a bőrzén. Ugyanakkor az egyetemi állásbőrzét megelőzte egy a hallgatók és diplomás álláskeresők számára szervezett felkészítő nap is, a rövid tréninget Szőcs Mátyás István Hargita megye tanácsának menedzsment vezérigazgatója tartotta. Az egyetemi állásbőrzén sok hallgató, illetve egyetemet végzett álláskereső érdeklődött Hargita megye tanácsa standjánál is. A Sapientia MTE két szintjén berendezett bőrzén 31 cég és szervezet ajánlott 50 állást és 29 gyakornoki lehetőséget az érdeklődő fiatalok számára. Szakterületenként le van bontva, minden szakterületnek nagyjából van megfelelő állás is, és ez nagyon jó számunkra, mert ugye, hogy tág a szakterületek itt a Sapientián, a szakterületek formája, megnevezése. Főként gazdasági szférában tudnak könnyedén elhelyezkedni, de ugyanúgy a legjobban menő IT-szektorban is, tehát a gazdasági informatika szakos hallgatóink is nagyon könnyen el tudnak helyezkedni, amennyiben találnak számukra megfelelő céget. Az állásbőrzén különböző állásajánlatokkal és gyakornoki programokkal jelen volt Hargita megye tanácsa és alintézményei is. Várjuk a szapienciás diákokat is, és a felsőfokon végzett diákokat, felsőfokon tanuló diákokat is gyakornoki programunkra, különböző részlegekre. A betekintést nyerhetnek az intézmény működésébe, kipróbálhatják elméleti tudásokat gyakorlatban is, és eleshetnek olyan fortélyokat, amiket máshol talán nem sikerülne. Hargita megye tanácsának alintézményeként működő Hargita megye fejlesztési ügynökség a Sapientia Magyar Tudomány Egyetem társszervezésében van jelen az állásbőrzén. Pillanatnyilag könyvelői állás van nálunk a fejlesztési ügynökségnél, amit szeretnénk a végzős diákok körében népszerűsíteni, valamint gyakornoki állásokat tudunk a végzős diákok számára biztosítani. Az érdeklődők az aktuális és a közeljövőben meghirdetendő állásokról kaphattak információkat, továbbá tájékozódhattak a gyakornoki programokról is. Az álláskínálók cégek többnyire azzal az elvárással érkeztek, hogy csapataikba gondolkodó, önállóan dolgozni tudó fiatalokat találjanak. Egy projektírót keresünk, angol nyelvtudásra rendelkező projektírót, és ezt egy nagyon jó lehetőségnek tartottuk, hogy eljünk ide Csíkszeredába, a helyiek közül választani, toborozni, és hát annak reményében jöttünk, hogy fogunk találni valakit, aki velünk együtt dolgozik majd. Milyen kéne legyen az ember? A személyiség a legfontosabb, egy nyitott, ambiciózus, tennivágyó fiatalt keresünk, aki hát valamennyire jártas a modern technológiában, számítógépkezelés, a többi interneten való keresés, és ami a szakmailag fontos, azt majd biztos vagyok, hogy meg fogja tanulni nálunk. Az én meglátásom szerint, én nem tudok az ők fejükkel teljesen gondolkodni, próbálok, de valószínűleg az van, hogy nem tudják, hogy hova akarnak eljutni, ezért nem tudják, hogy melyik az az út, amin kell járni. És amikor neki fognak valaminek, mivel nem tudja a végső célt, ezért nincs meg a kitartása is. Nagyon gyakran akkor adja fel, amikor már nagyon közel van. Tehát olyan szerűen kell elképzelni, akár a munkatársaimnak is szoktak mondani, hogy megfőzzük az ételt, és a végén, amikor kéne fűszerezni, apróság, mind költségben, mind időben, de gyakorlatilag akkor ez elmarad. És az egész végeredmény az egy egészen más dolog. A CGS részéről érkeztünk, ez egy outsourcing cég, világszerte közismert, 6 székhelye van itt Romániában, a legújabb az itt van most Csíkszeredában, és ide keresünk munkatársakat, ügyfélszolgálati munkakörben, magyar és angol nyelven beszélő kollégákat keresünk. Amit tudunk nekünk biztosítani, az ingyenes szakmai képzések, tréningek, rugalmas munkaprogram, kellemes munkakörnyezet. Az érdeklődők közt volt építőmérnök, geográfus, agrár, élelmiszeripari, gazdasági, általános közgazdasági, PR és kommunikáció, világ és összehasonlító irodalom, angol nyelv, informatika, humán erőforrás, vállalati pénzügyek, belső épületgépészet szakon végzett fiatalok. Legtöbben a későbbiekben is szeretnének tájékoztatást kapni a megyei tanács álláshirdetéseiről versenyvizsgára való jelentkezést fontolgatva. Hát ahol van irodai munka, és terepmunka, mert én mostanig terepén dolgoztam, természetvédő voltam, amatőr szinten is. Ezt szeretném tovább folytatni, legyen terep és irodai munka együtt, ne csak egy irodába kelljen dolgozott napi 8 órát. Mai nap a világban, hogy élünk, elég nehéz állást találni, tehát lényegében az ember bármit elvállal, ami megfelel a szándékainak, de tehát itt végeztem én a Sapientián kommunikációs szakon, és szeretnék valami hasonló munkakörbe
állást foglalni, hogyha összejön. Belföldön, itthon szeretnék dolgozni. Mindenképpen. Fizetésben van-e? Nyilván nem kérdem azt, hogy most mennyit szeretnék keresni, de van-e elvárás, vagy bármi? Hát elvárás? Persze, hogy van, mivel 4 évet tanultunk, ezért van elvárás, de az eleje mindig nehéz. És mi a tapasztalatod? Találsz el? Hát még így konkrétan nincs, de most az idén fogok végezni, és reméljük, hogy valami csak kerül. A nap folyamán mintegy 20-an töltötték ki a későbbi jó együttműködés érdekében végzett kérdőívet, és többen a szakmai önéletrajzukat is átadták a személyzeti osztály munkatársainak. Az aktuális álláshirdetések elérhetők Hargita megye tanácsa honlapján, vagy a külön erre a célra létrehozott közösségi oldalon. A munkakeresők feliratkozhatnak a megyei tanács hírlevelére is a hr@hargitamegye.ro e-mail címen keresztül, ugyanide elküldhetik önéletrajzaikat is.